Szeretett testvéreim, Titus leveléhez érkeztünk. Olvasom az első rész, első három versét. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola. Az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot. Az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök időt előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Összefoglalja már az indulásnál az apostol, hogy valójában milyen alapon írja ő ezt a levelet, meg milyen alapon munkálkodik. Azt mondja magáról, hogy Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola. A választottakért. Tehát őt Isten olyan feladattal bízta meg, hogy azt a kijelentést, amit adott, azt a nagy szabadítást, azt az ajándékot vigye szerte szét. Azt mondja, hogy az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot. Isten gondoskodik arról, hogy amit ő Jézus Krisztusban értünk cselekedett, az el is jusson hozzánk. Azért, hogy higgyünk és megismerjük az igazságot, mégpedig azt mondja, hogy az igazi kegyesség szerint. Tehát nem össze-vissza valamicskét ebből, hanem azt, ami pontosan kifejezi, hordozza, elhozza hozzánk Istennek ezt a nagy szabadítását, nagy ajándékát. És azt mondja, hogy az örök élet reménységére. Tehát amit Isten cselekedett, az nem csak egy kis kisegítés, meg egy kis gondviselés rólunk, hanem az egy olyan szabadítás, ami az örök élet valóságára szól. És ennek a reménységét hozza be a mi életünkbe, azt mondja, hogy amelyet az Isten, aki nem hazudik. Az igaz mondó Isten. De jó tudnunk, hogy a Bibliára építhetünk, ebben jelentette ki az ő akaratát. Isten, aki nem hazudik, még csak egy árnyalatnyit sem változtat az igazságából. Azt mondja, örök időknek előtt de megígérte ezt, igéjét pedig kijelentette a maga idejében. Tehát itt nem egy pillanatnyi isteni ötletről van szó, hanem ő a teremtésben titok ezelőttünk már bekalkulálta, ha csőd lesz. Ha az ember elbukik, akkor ő mit cselekszik? És a maga idejébe kijelentette. És hangzik az evangélium, na itt érünk el az apostolhoz, erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Tehát az ő dolga, hogy miután Isten cselekedett, és ezt a cselekvést kijelentette, eljusson az emberekhez. Itt a postás. Testvérem, mini postás vagy te is?
viszed tovább. Olyan jó volt ma, valakivel beszélgettem Messengeren, akinek nagy gondja, hogy a munkatárs nője olyan lakásba költözött, vagy olyan házba a férjével együtt, amelyik ilyen okkult hatásokkal teli. És maga a munkatárs nője sincs képben igazán, és hitben sem, és most ő az, aki próbálja fölvilágosítani. És szólt nekem is, hogy most mit is kellene tenni, és próbálok én is segíteni, küldeni, például az okkult dolgokkal kapcsolatba egy olyan írást, egy A4-es lapot, amelyik teljesen tele van, veszélyes tudatlanság a címe, azt hiszem, hogy meg lehet találnunk, ha a Google-n fölmegyünk az interneten, és beírjuk, hogy veszélyes tudatlanság. És akkor magunknak ki nyomtathatjuk, vagy kijegyezhetjük. No, de a lényeg csak ez, hogy az apostol, mint egy tábornok kapja ezt a feladatot. És voltak a közelében, akik ugye Timóteus, és most itt Titus, akit megszólít hamarosan, és hát az ő dolguk szintén az volt, hogy vigyék, de aztán vagyunk lejjebb-lejjebb a ranglétrán, de nem csak a lelkipásztorok, akiknek ez feladata, hanem minden hívő ember feladata. Igazából valljuk az egyetemes papság elvét, hogy minden hívő ember valahol az Isten papja. No, hát hirtelen beazonosítottuk, hogy mit csinál ez az apostol. Egy életfogytig való munkába állította be őt az Isten. És te mit csinálsz? Beállított az Isten a magad helyére. És ott elvégzed, ami rád tartozik ebből a feladatból. De jó, hogyha azt mondod, hogy próbálgatom Isten segítségével.